ami az új világrenddel kapcsolatos, az minden szóba fog kerülni, és aztán meglátjuk, hogy milyen kérdések vannak, vagy milyen hozzászólások, vélemények a program során. Addig még várakozunk, amíg csatlakoznak néhányan, és utána belekezdünk. Igazából nem készültem különösebb témával. Van néhány dolog, amit mindenképpen meg akartam említeni, illetve amiről beszélni szerettem volna. Az egyik ilyen az többek között az a különböző lövöldözések, különösen Amerikában ezek az iskolai lövöldözés dolgok. Aztán Észak-Koreáról egy kicsit, Észak-Korea egy kedvenc témám. Utána, hogyha arról is beszéltünk, utána megnézzük, hogy az ISIS-szel mi a helyzet, és mi az, amit megtudunk az ISIS-ről. Majd pedig ezzel kapcsolatosan természetesen a terrorizmus és a terrorfenyegetés Európában, majd persze világszerte. Azután különböző terrortámadások és az ezzel kapcsolatos mindenféle hoaxok, hazugságok, miért hazudnak, miért minden hazugság. Erről mindenképpen szó lesz. Azután gondolom mindenki hallott erről a gender dologról, a nemekkel kapcsolatos káoszról. És az LGBT mozgalomról, ami ezzel kapcsolatos, azt is meg fogjuk nézni. Aztán pedig néhány dolgot Magyarországról, de szeretném, ha maradna valamennyi idő az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődés 17 céljának a vizsgálatára is. Nem tudom, hogy mindez hogyan fog beleférni, meg közben meg is próbálom megkeresni ezt a 17 célt, hogy megosztanám, és akkor mindenki látná, de egyébként az Egyesült Nemzetek UN.org, és ott megtalálható. Megosztom csak így ezt a linket, és aztán mindenki látni fogja, akit érdekel. Ez az Egyesült Nemzetek oldala. Á, megvan, nagyszerű. Így még jobb. Itt van. Ez lesz az. Kit érdekel? Ez a lövöldözéssel kapcsolatos, ezzel fogjuk kezdeni. Hamarosan néhány perc is elkezdjük. Ahogy mondtam, nem nagyon néztem körbe, hogy mi a helyzet lövöldözés ügyben, de valami mindig van, valami hoax itt vagy ott. Különösen Amerikában. Különösen Amerikában. Állandóan. Ha valami kérdés van, azt nyugodtan most írhatjátok az új világrenddel kapcsolatban, azt meg tudjuk beszélni. És akkor nem kell a másik, a szombatiban foglalkozni ezzel. Az úgyis egy másfajta téma. Egy egész más. Ja igen, hát azt mindenképp, ugye ezt csak azok fogják látni, akik majd megnézik esetleg a felvételt. De maga az, hogy bár lehet, hogy meg tudom csinálni gyorsan. Megosztom.
Ó, menni fog. Hogy honnan lehet fölismerni a hoaxot, és hogy hogyan is működik, és miért csinálják ezt? Az teljesen egyértelmű, hogy a nagy része annak, ami az iskolai lövöldözések, különösen, de általában ezek a lövöldözés dolgok, ez általában valamilyen formában a lényege az, hogy pánikot keltsenek, és különösképpen Amerikában, de szerintem világszerte, Amerikában egyértelmű egyébként, hogy a nagy a hoax, hiszen általában fehér öl feketét, vagy fekete-fehéret, nagyon ritkán van a hírekben, magában a médiában olyan hír, amikor azonos, úgymond bőrszínű ember követel bármiféle bűntényt a saját bőrszínű embertársa ellen. A lényeg az, hogy ezzel egymás ellen tudják fordítani a különböző bőrszínű népcsoportokat, különösen, hogyha valaki figyeli az eseményeket, bár nem hiszem, hogy ennyire belemegy a legtöbb ember, de mindenféle mozgalom a fehér férfi ellen irányul. Ez az a csoport, ami a legtöbb támadást kapja, hiszen ugye úgy hívják, hogy a pátriárka rendszer az, hogy a fehér férfi az, aki uralja az egész világot. És végül is ebben igazuk van, hiszen nagyjából akit úgymond fehérnek hívunk, az, aki a világot irányítja, azok, és különösen a férfiak. Úgyhogy ez az a rendszer, aki ellen mindenkit most megpróbálnak ellene fordítani. Igazából, hogy mi lesz a hosszú távú eredménye ennek az egésznek, vagy mi a célja, én nem nagyon tudtam kihámozni. Szerintem nagyon nehéz még ennyi idő után is kitalálni, hogy pontosan mik a motivumok amögött, amiket csinálnak, de az egyértelmű, hogy ez az, ami történik. A feminista mozgalom egyértelműen ezt célozza meg, a feminista mozgalom magát a férfit célozza meg, különösen ez a mostani új feminizmus a férfi ellen, akkor a Black Lives Matter vonulat szintén a fehér embereket, különösen a férfiakat célozza, hiszen a nők úgymond egy kisebbségi csoport, aki amúgy is védve van. Igazából az a lényeg, hogy minél jobban szét tudják forgácsolni a társadalmat, és aki követi az eseményeket, látja azt, hogy gyakorlatilag mindenki kisebbségi lehet, kivéve a fehér férfit. Ha belegondol bárki, akkor ez valóban így is van. Mindenki lehet egy úgymond védett csoport tagja, de a fehér férfi nem. A nő lehet, hiszen a nő nő. A nőt alapból ugye valamilyen oknál fogva úgy érzik, hogy elnyomottak végül, és így alakult a társadalom, szóval ez kétségtelen. A színesbőrű bármelyik árnyalata, a mexikóitól egészen a nigériaiak, ők mind alapból ugye egy kisebbségi csoportba tartozik. Mindenki, aki fogyatékkal él, mindenki, aki most már ugye a gender dologgal gyakorlatilag bárki, aki egészen az egyszarvútól az úgymond non-binary dologig, aki egyikkel se azonosul, mindenki egy-egy csoportba tartozik. Természetesen az LGBT mozgalom minden eleme, gyakorlatilag bárki, aki él és mozog, a gyerek, az idős, mindenki, kivéve a fehér férfi. És valahogy nem tudtam azt kihámozni eddig, hogy miért pont ezt a csoportot, de még egyszer mondom, nem egyszerű, úgy sem, hogy rengeteg idő belemegy ennek a kutatásába, de nehéz kitalálni. Az biztos, hogy
maga az információ áramlásnak az, hogy ennyi minden kitudódott, annak az oka egyetemen az, hogy az emberek azt gondolják, hogy mi megfejtettük, hogy kitaláltuk, hogy mi történik, hogy kikutattuk, és egyszerűen csak megfejtettük a nagy titkot. Hogy eljutottunk odáig, hogy igenis kitaláltuk, hogy a ki a Bilderberg csoport, mondjuk. Vagy ki a kik azok, akik irányítják a világot a különböző csoportokon keresztül. Ki Rockefeller, ki a Rothschild csoport, kik ezek az emberek. És azáltal, hogy megtudtuk, így elhitették velünk azt, hogy mi fejtettük meg, hogy mi miért okosak vagyunk, hogy kitaláltuk, és meg tudjuk változtatni. Főleg az, igazából a lényeg az, a legfontosabb dolog az, hogy elhisszük azt, hogy meg tudjuk változtatni a rendszer. És ezáltal energiát fektet az ember abba, hogy a különböző mozgalmakat támogassa. Miközben a rendszer az kiépült már nagyon régen. Most már egész egyszerűen csak az történik, mint mondjuk egy házavató. A ház felépült, az egész készen van, tulajdonképpen csak be kell költözni. Ez, amit most látunk, ez az a parti, ami megelőzi azt a folyamatot, hogy beköltözzük. Úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy mindenki megértse azt, hogy az információ nagy része, ami kiszivárog, azért tudjuk, mert ők nagyjából akarták, hogy tudjuk. És különben soha nem tudtuk volna meg. Sőt, szerintem azok a dolgok, mint amiről szó volt korábban, hogy az internetet cenzúrázni fogják, ezek a fajta dolgok is. Persze eljön az idő, amikor az lesz, de igazából nekik mindegy. Igazából azoknak, akik irányítják ezt a rendszert, és uralják ezt a rendszert, nekik gyakorlatilag teljesen mindegy már. Az internetre szükségük van, hiszen az a rengeteg ember, aki részt vesz ebben a... Például ez a gender mozgalom talán az egyik legjobb példa erre. Hiszen ez a mozgalom szinte teljes mértékben amit úgy hívunk, hogy social media, annak az eredménye. És gyakorlatilag egy-két év alatt szerintem az egész világ teljesen kifordult magából. Úgyhogy ez bizonyítja azt, hogy azt csinálnak, amit akarnak, és mi csak úgy menetelünk, ahogy ők azt akarják. Legalábbis a legtöbb ember. Szóval nekik szükségük van az internetre, nem tudják azt lekapcsolni. Persze, nyilván a cenzúrával lehet variálni, és biztos fognak is. De az interneten mindenképp szükségük van. Ha bármiféle kérdés van közben, akkor azt írjátok a hozzászólásokhoz nyugodtan. Sőt, én oda is írom. Ide. Észak-Korea, nézzük meg Észak-Koreát akkor, hogy a videóban már nyilván eleget hallotta az, aki nézi őket, de aki esetleg nem. Észak-Korea egy hoax gyakorlatilag. Szerintem az egész Észak-Korea, maga a kormány, az egész rendszer, amit látunk, az egy mesterséges
ha nem, ha az egész nem egy filmprodukció, úgy értem, hogy persze ez durván hangzik így elsőre, azt gondolom, aki elsőre meghallja, hogy esetleg Északóra egy filmprodukció, az lehet, hogy elkapcsol, de ha eljut odáig, hogy tudja, hogy minden hazugság, olyan szinten, hogy az egész mindenség, akkor szerintem, különösen a képeket elnézve, azokat amiket most itt a képernyőn én látok, megosztom a linket, és mindenki, akit érdekel, megnézheti itt. És tudom, hogy durván hangzik, de az egész számomra úgy tűnik, hogy akárhányszor, nem tudom, hogy mennyire van a magyar tévében szó Észak-Koreáról, és mi az, ami megjelenik róla, vagy a médiában ugye általában. De aki figyeli a médiát Észak-Koreával kapcsolatban, észre kellett, hogy vegye, hogy minden kép, minden egyes videó annyira erős propaganda jellegű, hogy szinte nehéz nem meglátni azt, ami az üzenete. Az, hogy ettől félni kell ettől az országtól, ez egy egész más jellegű ország, mint az egész világ. És én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy kialakul a világon egy olyan ország, egyetlen egy, amelyik teljes mértékben szembe helyezkedik ilyen szinten az egész világgal. Én szerintem ilyen véletlenek nincsenek, ilyen nincs. Ez a lényeg. Akárki megnéz egy képet, különösen azokat, amiket most ott látok a linken, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez a valóság. Ha csak nem olyan úgy, mint ahogy mindenhol máshol, hogy manipulálva vannak a tömegek, nyilván úgy van. De ha nem egy produkció az egész. Úgy, hogy effektíve ezek valóban színészek. Mint egy Truman Show. Így fogalmaznék inkább akkor. Én szerintem így van Észak-Korea. Az emberek, akik ott élnek, egyszerűen nem tudják, hogy ők egy ilyen Truman Show jellegű dologban szerepelnek. És ebben biztos vagyok, hogy így van. Hiszen ez az ország, és ennek a tevékenysége az, ami bele fogja rángatni az egész világot tulajdonképp már meg is tette. Mindenkinek fegyverkeznie kell Észak-Korea miatt. Kína, Oroszország, Amerika, az egész Kelet-Ázsia, minden, Japán beleértve természetesen az összes ország, ami ott van a környékén, mindenkinek, Dél-Korea nyilván, mindenkinek fegyverkeznie kell. És ráadásul ugye erőltetik ezt a nukleáris hoax dolgot szintén. Úgyhogy ez Észak-Korea szerepe. Szerintem aki megérti ezt Észak-Koreával kapcsolatban, az megérti az egész világot, hogy hogy működik. Aki rájön, aki megérti azt, hogy Észak-Korea hogy működik, hogy miért hozták létre, az utána meg fogja érezni azt, hogy az összes többi dolog hogy működik, hogy hogyan manipulálják az embereket, és hogy a média és az internet mennyire fontos számukra ebben az egészben. Hiszen ez az, ahogy terjesztik ezeket a dolgokat. Míg maraton után egy napig kellett futni annak a szerencsétlenek, hogy elvigye a hírt, ma néhány másodperc alatt az egész világon elterjesztenek bármit, amit akarnak. Bármit, akármit. És az kétségtelen, hogy nagyon profik abban, amit csinál. A tömegek manipulálásában és a propaganda terjesztésében. Úgyhogy Észak-Korea szerintem egy kulcs abban, hogy megértse az ember magát az egész hazugságot. Hogy tényleg és valóban rájön arra, hogy milyen mélységbe is megy le ez az egész manipuláció és a hazugság maga. Hogy nem csak a Kennedy gyilkosság a hazugság,
az, hogy egyáltalán megölték. Nem az a hazugság, hogy a CIA ölte meg, vagy hogy két lövész, vagy egy, hanem az, hogy egyáltalán meg se halt. Hanem az egészet megrendezték ugyanúgy, ahogy megrendezik most az észak-koreai dolgot. Ugyanúgy, ahogy megrendezték az összes többit. És az emberek túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak. Úgyhogy ez Észak-Korea feladata. A másik ugyanilyen dolog, ha nem durvább ennél, az maga az ISIS. ISIS az ugyanaz, mint Észak-Korea, csak Pepitában, ahogy mondják. Szó szerint egyébként. ISIS egyrészt egy meseséges, úgymond lény, amit létrehoztak azért, hogy pontosan az történjen, ami történik. Ugye kitalálták, finanszírozták, létrehozták, elterjesztették az eszmerendszerét, azon kívül pedig szerintem a nagyja nem is létezik. Az a háború biztos, hogy nem, amiről beszélnek. Az a, hogy hány száz millió dollár bevétele van az ISIS-nek, és mennyi katonája van, és micsoda háború zajlik az ISIS ellen, az valószínűleg nem létezik, egyszerűen nem, nincs. Az, ami történik Szíriában, az sajnálatos, de vagy akár az egész Közel-Keleten, azt neki fenn kell tartani ezt a látszatot, hogy háború van, és nyilván vannak csoportok, akik harcolnak, akik aztán később ugye bevették ezt az ISIS propagandát, de hogy ilyen háború, meg olyan értem, hogy hadserege az ISIS-nek, meg ez a bevételi forrásai, meg hogy ekkora, meg akkora területeket ural. Ez valószínűleg egy hazugság. Mint ahogy az összes többi. Ha mindenki belegondol abba, hogy hogy működik a háború, hogy a háborúhoz mi kell, és hogy mekkora üzlet maga, mekkora üzlet az, hogy mindjárt meg is mondom, hogy mekkora. De erről is volt már egyébként szó, hogy mekkora biznisz maga a háború. Az a lényeg, hogy 600 milliárd dollár az Amerikai Egyesült Államoknak a költségvetése, a katonai költségvetése. Ezt valamivel meg kell indokolni. Ugyanúgy, mint a gyógyszeripar, vagy az orvostudomány, rák, ugyanúgy, mint ezek a dolgok. Valahogy meg kell indokolni azt, hogy ezt a mennyiségű pénzt elköltik az adóból. Ugyanúgy, mint a NASA. Minden, az egész egy hazugság. És így, ha látja az ember, neki generálni kell a félelmet, ezért van az a rengeteg terror hoax. Nekik muszáj valahogyan azt megigazolni, hogy ők elköltenek 600 milliárd dollárt egy évben. Egy évben. 600 milliárd dollárt. Tök fölöslegesen, gyakorlatilag. Csak is kizárólag a rombolás és a halál az, mi az eredménye ennek. 600 milliárd dollárt elköltenek egy évben erre, ez mind oda megy ugye természetesen az ilyen Hillary Clinton félékhez, meg a Donald Trump, meg ezekhez a bandához, az ő ismerőseihez, meg az alelnök, aki Bush idején volt, Dick Cheney, és a többi. Mind benne van ebbe az egész. Nem véletlenül mondták meg, hogy ez egy nagy, nagy klub, amiben mi nem vagyunk benne. Úgyhogy erre szolgál ISIS, erre szolgál a terror hoax, az összes, ami Európában történt, mind erre szolgál. Sőt, hát most már a rendőrség ugyanúgy néz ki gyakorlatilag, mint a katonaság. Hiszen ugyanazokat a felszereléseket így rá tudják adni a rendőrre is. Természetesen egy szinten az emberek azért csinálják, mert ez bevétel nekik, ez pénz, ugye így lenyúlhatják az adót. Egy szint után viszont már az a lényeg, hogy a hatalom és a legfelsőbb szinten pedig, hogy hogyan tudják összehúzni az egészet egy új világrendbe.
ugyanúgy, ahogy bármi más szervezet működik. Ahogy közelítünk a csúcshoz, annál inkább tisztában vannak az emberek azzal, hogy miről is van szó. Szóval Amerikai Egyesült Államok 600 milliárd, a másik 15 ország, a következő 15 ország a listán az 650 milliárd, ehhez pluszba. Ugye olyanok, mint Kína második 145 milliárd, Szaúd-Arábia 82 milliárd, Oroszország 66 milliárd, 65,6. Ez az első négy, ugye az első három Amerika után, ami 600 milliárd. Utána Egyesült Királyság 56 milliárd, India, Franciaország, Japán, Németország, Dél-Korea, Brazília, Ausztrália, Olaszország, Irak és Izrael 18 milliárddal. Ez zárja az első 16-ot. A következő országok, a többi ország 300 milliárd, az összes többi, 300 milliárdot költ, milliárd dollárt egy évben. Szóval az egészet, ha összeadjuk, az olyan 16, 1,6, bocsánat, 1600 milliárd dollár egy évben. Szóval valamilyen formában ezt meg kell indokolni. Különben az emberek nem hinnék el egyszerűen, hogy ilyen van. Hogy minek? Erre szolgál ISIS, Észak-Korea, pontosan erre szolgál. Ugyanúgy, mint ahogy, hogy megyünk a Marsra, a NASA költségvetését az, ami igazolja tulajdonképpen. Ezek a különböző terror dolgok Európában, ez ugyanez. Az, hogy mennyi a védelmi költségvetés, az szintén meg kell indokolni a világon mindenhol. És erre szolgálnak ezek a hoaxok, amik történnek a világon. Elkezdődve egészen 9-11, ugye a szeptember 11-i merényletek, azok, amikor megváltozott a világ egyértelműen. Ezt gondolom feltűnt mindenkinek. Onnantól kezdve az egyik hoax a másikat követi, és napjainkban pedig már annyi van, hogy az ember egyszerűen már annyi van, hogy nem tudja elhinni, hogy mind hazugság. Hogy lehet mindaz? Hogy lehetséges ez? Hogy mindet. Hát úgy, hogy ez van sajnos. Hogy ez van. És az emberek elfogadják azt, hogy fegyveres rendőrök állnak az utcán, minden utcasarkon, és mi akár Magyarországon is. Egyre több rendőrt látni, járőrözni össze-vissza mindenhol. És az emberek egész egyszerűen elfogadják. Nem is fognak már emlékezni arra a világra, amikor ez nem így volt. Egy-két év, és az emberek szépen beleszoknak ebbe, ugyanúgy, ahogy megszokták az internetet, ugyanúgy, ahogy megszokták az összes többit, és hozzá fognak ehhez is szokni. Hozzá fognak szokni a harckocsikhoz is az utcán, meg ahhoz is, hogy minden utcasarkon ellenőrizni fogják, hogy ki kicsoda, hova megy és mit csinál. És miért? És mit mondott, és hogy néz ki a social media profilja? Milyen e-maileket küldött, milyen SMS-t, miről beszélt? Azért, mert meg kell valahogy védeni az embereket. És az emberek el fogják ezt fogadni. Azt fogják mondani, hogy hát most mit csináljanak? Valamit tenniük kell, hogy közben meg nincs semmi. Semmi nem is történne, ha ők nem provokálnák ezt az egészet, nem rendeznék meg ezeket a dolgokat, akkor semmi. Akkor gyakorlatilag nem is lenne a világon semmilyen káosz. Az nem tudom, hogy feltűnt-e valakinek, hogy a rendőrség majdnem minden országban ugyanúgy néz ki. Majdnem minden országban teljesen ugyanúgy néz ki.
A rendőrség. Mindjárt megkeresem. Ez itt le van a. Pillanat. Igen. Teljesen mindegy, hogy hova megyünk, hogy melyik országba megyünk. A rendőrség egyenruhája ugyanúgy néz ki. Én azt figyeltem pont. Ja, igen, itt van. Azt figyeltem pont, hogy Albániában néztem a. Albániának néztem a rendőr egyenruháját. Azzal a piros sassal pont úgy is néz ki, ami már az új világrendben. Egyből csak bele is tudnak sétálni. Nyilván ez is a lényeg. Sőt, az egyik videóban szó volt arról is, hogy mekkora üzlet maga a rendőr egyenruháknak a gyártása, a különböző védőfelszerelések gyártása, és hogy mekkora növekedést várnak ettől az iparágtól. Őrület, hogy tulajdonképpen mindenből pénzt csinálnak. Mi pedig egész egyszerűen csak nézzük az egészet. És az emberek túlnyomó többsége elhiszi, hogy ez a valóság. Hogy erre szükség van. És el se tudjuk képzelni azt, hogy milyen lenne a világ ezek nélkül a dolgok nélkül. Pedig ha nem provokálnák, képzelje el mindenki azt, hogy ha ezek a dolgok hoaxok, már pedig a nagyja az, akkor hogy nézne ki a világ, ha ezek nem lennének? Hogy nézne ki a világ, hogyha nem provokálták volna folyamatosan a történelem, és nem manipulálták volna folyamatosan a történelem menetét? Nyilván ahhoz el kell fogadni azt, hogy az egész egy provokáció a kezdetektől fogva. És szerintem az a probléma, hogy a legtöbb ember nem csak, hogy nem tudja. Igen, Észak-Koreában talán nem. Mindjárt megnézem, hogy Észak-Koreában milyen a rendőr egyenruha. Az a lényeg, hogyha nem manipulálták volna az egész menetét a történelemnek, akkor vajon hol lennénk? De, hogy mondjam, ha azt gondolja valaki, hogy volt egy jelentős eleme is a történelmek, ami nem. Mi, hogy is lett volna? Ha most az, ha most, ha tudjuk, hogy most az egész egy provokáció. Gyakorlatilag olyan, mintha biztos csinált már mindenki olyat, hogy lát mondjuk egy pondrót, ami mászik az úton, és el akarod juttatni valamilyen irányba, akkor elé teszel egy dolgot, ahogy mászik, az az idióta, neki megy, akkor elindul egy másik irányba, oda megint oda teszek valamit, és a végén el tudom juttatni, ahova akarom. Egész egyszerűen úgy, hogy akadályokat gördítek az útjába, annak meg tök mindegy, csak megy előre fele, aztán majd egyszer csak megpróbál, mikor már megunja, akkor megáll, de amúgy meg megy a végtelenségig. És ez az, ami történik az emberiséggel, pontosan ez. Az emberek élik az életüket teljesen gyanútlanul, közben meg a háttérben gyakorlatilag az egész manipulálva van. Az egész rendszer a kezdetek kezdetétől fogva. Hiszen a hatalmat soha nem adta ki a kezéből az úgynevezett elit, az a garnitúra ember, aki irányította a világot a kezdetektől fogva. Hogy is lehetne az, hogy van egy valaki, hogy lesz valaki fáraó Egyiptomban? Hogy hiteti el valaki azt az emberekkel, hogy ő egy istenség? Hogyan győzi meg valaki, akármennyire primitív is az az ember,
az egyiptomi nép, vagy teljesen mindegy. Miért gondolták azt, hogy ezek természet feletti lények? Hogy miért rajzolták őket le úgy? Valahonnan jönnie kellett az ötletnek. Most nem azt mondom, hogy kutyafejűek voltak, vagy akármi. Azt mondom, hogy honnan szedték magát az alapkoncepció. Hogyha nem igaz, amit mondaná. Hogy találhat ki valaki olyan dolgot a semmiből, hogy ezek istenek, ezek innen jöttek, onnan jöttek, minek építi azokat az épületeket, meg a több. A másik kérdés az, hogy aki megszerzi akkora hatalmat Egyiptomban, akkor az, hogy minek engedné ki a kezéből azt? Milyen módon lehetne azt, akinél minden anyagi hatalom van, plusz a spirituális hatalom, hogyan lehetne letaszítani? Az végigvonul a történelmen. És pontosan ez az, ami történt. Az egész történelmük során ugyanaz azok a csoportok uralkodtak, csak más-más korszakokban. És eljutottunk egy olyan szintre, hogy nem is tudjuk azt, hogy mi az, ami igaz volt abból, amit megtanultunk. Abból valószínűleg semmi, de úgy értem, hogy vajon elképzelésünk sincs arról, nem csak arról, hogy milyen a valóság, hanem arról meg főleg nem, hogy milyen volt 1000 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt. Úgyhogy gondoljon bele mindenki abba, hogy amilyen fogalma van az ókori Egyiptomról, vagy Rómáról, mikor azt mondják, hogy ó, így építették a vízvezetéket, meg a gladiátorok így voltak a izébe, meg... Én nem mondom, hogy nem úgy voltak. Én azt mondom, hogy honnan tudjuk, hogy úgy voltak. Ha most hazudik mindenki, az egész politikai garnitúra hazudik. Ha valaki ez még nem esett le valakinek, akkor akkor annak nagyon-nagyon sok munka áll még azelőtt az ember előtt, vagy emberek előtt, de hazudnak mindenben. Már most tudjuk, hogy Soros így keveri, meg úgy keveri. Akkor hogy ne hazudtak volna? Akkor folyamatosan mindenben hazudnak. Akkor honnan tudjuk, hogy valóban azok a rajzok akkor készültek, vagy azok a hieroglifák, vagy azok a nagy akármi, vagy bármi. Akkor. És nem azt mondom, hogy nem úgy van. Azt próbálom mondani, hogy egyszerűen nem tudjuk. Olyan állapot alakult ki a világban, hogy szinte azt sem tudjuk, hogy most gyakorlatilag mi a helyzet. Sőt, hát azt tudjuk legkevés. Arról nem beszélve, hogy több ezer évvel ezelőtt, amit mi megtanultunk az iskolába, Egyiptom volt egy lecke. Az ismeretünk arról, hogy mi is volt tulajdonképpen Egyiptomban akkor. Látjuk a képeket, de igazából fogalm sincs senkire. És ugyanígy működött a manipuláció akkor, ahogy működik most. Mi most röhögünk azon, azok a primitívek azt hitte, hogy az oroszlán fejű, mit tudom én ki, az az Isten. Közben mi megnézzük Kim Kardashian-t, aki mesztelenül megjelenik a akárhol, és akkor tátott szája nézi a félvilág. Úgyhogy akkor ki a primitív? Vagy akkor melyik csapat a primitívebb? Mi ugyanúgy le vagyunk foglalva más értelmetlen dolgok, mint ahogy akkor
le voltak az emberek foglalva. Akkor egyszerűbb volt talán, mert megmondták neki, hogy ez mit tudom én, ki, és ő lesz most az Isten. Most meg az van, hogy van annyi, hogy egyszerűen az ember, ha ez nem tetszik, akkor ott van a következő. Pillanat. És az ember ugyanúgy bámulja, mint ahogy annak idején bámulták azok. Ugyanúgy nézi, hogy mekkora sztár, Lady Gaga, meg az összes többi, a semmiből lett ilyen sztár, meg ez a rapper, meg az a mit tudom én ki. Közben az egész úgy van kitalálva, hogy mindegyikhez kitalálnak egy történetet, és akkor mindenki tudja bámulni ezt, vagy azt, vagy ez ezzel azonosul, ennek ez lesz, ez ezt a ruhát szereti, ez azt a ruhát szereti. Mit tudom én ki, mit beszél. Meg ő ezzel van, ez amazzal van, ő így nézett ki most, ő ott volt mesztelenül. Ugyanez volt az egész történet során mindvégig. Csak más volt a téma. És ez az, amit nem nagyon láttak át az emberek. Teljesen mindegy, hogy volt az ember manipulálva, programozva, vagy megtévesztve. Mindig volt valami. Ugyanaz az a mágia, ugyanaz az működik ma is. Csak ma szórakoztató iparnak hívják. Meg emancipációnak, meg feminizmusnak, meg gender mozgalomnak, meg mit tudom én minek. De ugyanaz az agymosás, mint ami akkor volt, ugyanaz működik ma is. Annyi, hogy ma mi most okosnak gondoljuk magunkat, mert mi bemagoltuk a hazugságokat évtizedekkel ezelőtt, és ők ezt nem tudták, hogy felkapcsolom a kapcsolót, azt akkor van villany. Hát egyrészt nem tudjuk, hogy nem tudták, másrészt meg akkor hogy működhetne, ha nekünk ennyit árulnak el. Mi még mindig kőolaj alapú üzemanyaggal megyünk az autók, amikor már 100 évvel ezelőtt is volt elektromos autó, mi még mindig fizetünk érte, mi még mindig nem értjük, hogy hogy van. De mi vagyunk az okosak. Ők meg a primitívek voltak. Ugyanaz a mágia, ugyanaz megy, ugyanaz a hazugság, ugyanaz a megtévesztés. Megnézem az észak-koreai rendőregyenruhát, ha már itt tart. De szerintem Észak-Koreában nincs is rendőrség, ott szerintem egész egyszerűen csak a katonaság. Ah, nem, van. Tök ugyanúgy néz ki, elmondanám. Pont ugyanúgy. Ha ez Észak-Korea, ha nem Dél-Korea. Nem, Észak-Korea. Pontosan ugyanúgy, ahogy az összes többi. Fekete egyenruha, hiszen tudják, hogy mihelyest kialakul az új világrend azonnal, ezek csak így szépen be fognak illeszkedni abba a rendszerbe. És kész. Sőt, az ókori Róma olyannyira volt színház, hogy egy héten egyszer kötelező volt színházba elvinni mindenkit, az összes rabszolgát, meg minden birkát. Mert tudták, hogy ott lehet majd programozni. Azáltal, hogy az ember azt hiszi, hogy ez csak egy ártalmatlan szórakozás. Egy pillanat és folytatom. Egy fél perc.
Szóval igen, egy héten egyszer kötelező volt mindenkinek a színház, mert tudják pontosan, hogy míg az ember ül és bámulja az előadást, és azt gondolja, hogy ez egy ártalmatlan szórakozás, mint ahogy ma is a szórakoztatóipar, hogy ez egy ártalmatlan szórakozás, és kikapcsolja az úgymond tudatos védelmi rendszereket, és csak egyszerűen néz ki a fejéből, meg hallgatja, akkor közben ezek a programok beszivárognak a fejébe, és különösen a mozgóképpel, meg a hangokkal, meg azokkal a fényekkel, amikkel a film iparoperál, természetesen a zene ugyanúgy, azzal közben az ember teljes mértékben átalakítják. És eljutottunk oda, hogy ma akár férfi, akár nő, gyakorlatilag, ha mesztelenül lenne, sem döbbenne már meg senki rajta. És eljutottunk ide néhány évtized alatt. Szinte az egész világ elfogadja ezt. És közben azt mondja mindenki, hogy mi civilizáltabbak lettünk, plusz nem lehet átverni. Én vágom, hogy mi van. Én értem. Hát ennyire. És lassan ott tartunk, hogy az emberek azt sem tudják, hogy milyen neműek. Különösen a fiatalabb. És aki azt hiszi, hogy az, hogy a National Geographicnak a címoldalán a Gender Revolution, azaz a gender forradalom át, és ez egy special issue, ez egy külön kiadás, és aki nem látja azt, hogy működik a társadalom programozása és a társadalomnak a szerkesztése, az egyszerűen nem akarja látni. Hogy a Time címlapján egy nem is tudom mi ez, de nőnek néz ki, és a cím az, hogy Transgender Tipping Point, ami ugye azt a pontot jelenti, amikor átbillen a mérleg, ez a tipping point. Aki nem látja azt, hogy gyakorlatilag minden sorozat, minden filmben van valamilyen utalás erre a fajta dologra, és egyre több az, hogy egyre több országban ez tananyag, az nem akarja látni ezt az egészet. A társadalom mindig is programozva van, mióta a világ a világ. És ennek az egyik legfontosabb eleme az oktatás, a másik pedig a szórakoztatóipar. Míg az ember bámul ki a fejéből, és azt hiszi, hogy ah, ez csak egy film. Teljesen mindegy. Persze, csak az ember megnéz 100 filmet, meg meghallgat 500 zeneszámot, meg elolvas 400 újságcikket, meg megnéz 200 hírt, és közben észre sem veszi, hogy szépen lassan ő is a programot ismételgeti. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amik szépen így elsikkadtak a legtöbb ember számára. A Biblia hazugság lehet. A Biblia nem lehet hazugság, hát ami le van írva ott, az megtörtént, meg az történik most. Úgyhogy az az egyetlen dolog, ami nem. Sőt, hogyha megfigyeli valaki, nem csak a tweet jellegű dolgokat olvas el, ami 100 szó, hanem időt szán rá, akkor megérti azt, hogy minden, ami a világban zajlik, az homlok egyenest az ellentéte annak, amit a Teremtő leírt, hogy nekünk a feladatunk lenne. És ez a bizonyíték arra, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot, ez ellen dolgoznak. Bármi, ami le van írva, akármilyen törvény, vagy szabály, vagy utasítás, vagy rendelet, mindennek az ellenkezője történik ma a világban. A homlok egyenest az ellenkezője.
nem lehet olyan parancsolatot találni, ami nem így van. Ez a bizonyíték rá, hogy az nem egy hazugság. Az az egyetlen dolog, ami nem hazugság. Pontosan így. Így tudják elrejteni. Az ember azt hiszi, hogy olyan okos lett. Miközben ugyanolyan primitív maradt, mint amilyen volt. Csak pluszban még elhitte azt, hogy okosabb lett. Ez változott nagyjából. De azon kívül semmi. Semmi az égvilágon. Oké. Mellesen 2017. januárjában volt a National Geographic-nak a témája, az a Gender Revolution. Igen, a maga az az úgynevezett szexmágia, amiről szó volt, az az pontosan. Ami a szórakoztató iparban van, az az. Különböző mágia. Az, ami néhány évtizede még pornónak minősült, az most egy videoklip. És igazából senki nem is döbben meg rajta, hogy gyakorlatilag mindenki elfogadja. Természetesnek. Az, hogy minden műsor olyan primitív, amennyire csak lehet. Minden zeneszám a lehető legprimitívebb. Ha valaki a szövegét meghallgatja egynek, akkor mindnek tudja a szövegét, de a zene ugyanaz, teljesen mindegy, hogy magyar, amerikai, akárhol lehet. A zene ugyanaz, a szöveg ugyanaz, semmi értelme nincsen. Az egyetlen lényege az, hogy azt hitesel az emberrel, hogy az élet teljesen értelmetlen, és bármit tehetünk, semminek nincs semmi jelentősége. Csak ez van, amiben élünk most, ezzel kell foglalkozni, aztán amikor vége van, akkor annyi. Az egész a véletlenből keletkezett, és ugyanoda fogunk visszahaladni. Ezt erősíti meg az oktatás, az összes, minden ezt erősíti meg. Ezért primitív az egész, ezért primitív a politika, azok, akik részt vesznek benne. Ezért ilyen az oktatás, amilyen. Ezért utálja mindenki az olvasást, mire kijön az oktatási rendszerből, mert annyit kellett olvasni azt a szemetet, hogy már egyszerűen az ember nem bírja elviselni tovább. Ezért utál mindent az ember, mert így van programozva, így működik a világ. Hogy megutáltassa ezeket a dolgokat az emberre. Hogy ne is keresse. Hanem úgy legyen vele, hogy engem nem érdekel semmi. Hagyj menjek haza, vagy kapcsoljon be a tévét, üljek le, bámuljam egy kicsit, aludjak, és holnap fölkelek, menjek dolgozni, és csináljam az egészet újra. Mert egyszerűen nincsen energiám semmi másra. Meg nem is érdekel. Minek? Tök mindegy. Nem számít. Pontosan ez a lényeg. És így felnő egy generáció, vagy több, aki már azért harcol, hogy megválasztassa azt, hogy ő férfi, nő, vagy egy szarvú, vagy bármi, ami közte van. És akár minden nap más legyen, és mindez még reklámozva is legyen. És akkor erre azt mondják, hogy ez nem így van. Hát akkor hogy van? Akkor ez az egész csak véletlen. Minden csak véletlen. Csak egész egyszerűen így alakult, hogy a National Geographic, a Time, az összes film, az összes zene, minden egyszerűen csak ilyen lett. Egyszerűen csak véletlenül ilyen lett az összes rendőr a világon. Egyszerűen csak véletlenül tankok jelentek meg minden utcán, meg gumilövedékek. És ez csak így alakult. És sőt, véletlenül
terrortámadás történik egyik város után a másikban, mindig különböző országban ugyanúgy. Ez csak véletlen. Minden csak véletlen. Csak véletlen egybeesés. Hogy így történik, hogy így alakul a világ. Még vajon mennyi ilyen véletlen kell ahhoz, mire az emberek azt mondják, hogy ó, hoppá, lehet, hogy ez nem véletlen. Jó van, befejezésül még az Egyesült Nemzetek 17, bocsánat, célját még nagyon gyorsan nézzük meg. Ez ugye Sustainable Development Goals, ami ugye fenntartható fejlődés, ez a szó, ez a program tulajdonképpen. Ó, és egyébként borzasztó. Ha az ember figyeli azt, ha van szerencséje valakinek, és elcsíp egy-egy vita műsort, ami nem ilyen politikai jellegű, az a nagyon primitív, hanem ahol mondjuk politikamentes vita zajlik a világról. Tehát úgymond szakértők. Azok a karakterek, akiket ugye a világ szakértőnek hív. Akár magyar, akár nemzetközi konferencia. De a nemzetközi jobb. Intelligens emberek. Intelligens emberek, akik fontos pozíciót töltenek be fontos intézményekben. És vagy hazudnak, vagy pedig bevették az egészet úgy, ahogy van. És ahogy hallgatja az ember, elhiszi, hogy igaz, amiről beszélnek. Hiszen nincs oka kételkedni, hiszen ezek a szakértők, akik megmagyarázzák, hogy túl sok széndioxidot lélegzünk ki, és ezért a Föld el fog pusztulni. És azon vitatkoznak, hogy hogy lehet megmenteni a Földet. Hogy lesz majd mindenkiből egyenlő. Hogy fogunk majd a robotokkal együtt élni. És a többi, és a többi. És nehéz nem elhinni, hogy így van, hiszen ezek az emberek, intelligens, felnőtt emberek ezen vitatkoznak. És fogalmuk sincs arról, hogy az egész egy hazugság. Minden az elsőtől az utolsó betűig, amiről beszélnek, egy hazugság. Semmi nem igaz abban. Se a terror része, se az ISIS, se a globális felmelegedés, a széndioxid kibocsátás, Észak-Korea, Donald Trump, és erről beszélek komolyan. És közben meg van közöttünk a legalja közt, akinek semmi beleszólása semmibe. Aki egyik napról a másikra tengődik. Aki érti azt, hogy mi az igazság. Hogy mi történik a világban valójában. Ez a nagyszerű az egészben. Még akkor is, ha egy ember hiszi el, vagy akkor is, ha 10, vagy 2, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy van közöttünk olyan, aki tudja, hogy mi az igazság. Aki pontosan érti, hogy milyen a világ. Úgyhogy annál pedig nem lehet fontosabb. Úgy élni, hogy látni azt, hogy az aljától a tetejéig az emberiség 99%-a bevette, és fogalma sincs, hogy mi zajlik. És közben mi, a senkik tudjuk, hogy mi az igazság. És tetszik vagy nem, az igazság az, hogy minden hazugság. Az elsőtől az utolsó betűig mindennek minden része hazugság, ami a hivatalos álláspont. Mindig is az volt, mindig is az lesz. És aki ezt hajlandó és képes megérteni, onnantól kezdve óriási az egész. Átlátni ezt a hazugságot. Persze nem lehet elmondani mindenkinek, nem lehet meggyőzni mindenkit, nem lehet beszélni róla, de úgy járni a világban, hogy tudni felhőtlenül, és nem izgulni azon, hogy most jaj, felrobbantottak egy akármit valahol.
hanem tudni azt, hogy ah, már egy újabb hoax, hagyd nézzem meg, hogy most akkor mi lesz. Vagy hogy Észak-Korea lebombázza az atombombával. Ember! Nem csak, hogy Észak-Korea egy hoax, hanem az atom is egy hoax. Az egész egy hazugság. De egyszerűen nem lehet nekik elmondani, mert... Úgyhogy ez az igazán fontos dolog. Aki ezt... Ez a legfontosabb az egész. És hogy ne lenne igaz a Biblia, hiszen nem azt írja, hogy megtudjátok az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. És pontosan így van. Mikor megtudja, erre gondol. Erre utal. Ez az igazság. Hogy az a könyv az igazság, azzal kellene foglalkozni mindenkinek. A többit megnézni, mint ahogy nézi az ember a filmet. És akit lehet az úton, az felébreszt és próbálkozik. De nem úgy, hogy hé, a föld lapos. Nem vágod? Persze. Ez így nem működik. Ez egy folyamat mindenki számára. De aki tudja, aki eljutott idáig, az élet nagyszerű. Jó van, 17 pontja van ennek. Az egyik az ugye no poverty, hogy a szegénység felszámolása. Ilyen nincs, nem lesz soha. Egy rendes társadalomban az emberek foglalkoznának egymással. Egy olyan társadalomban, amit az írás és a teremtő megtervezett és létrehozott volna, ott nem lenne ilyen. Ott az embereket érdekelni a másik. És nem csak érdekelni, hanem ez lenne a törvény, amit a teremtő megszabott. Úgyhogy a szegénységet a rendszer generálja. Azáltal, hogy azok, akik irányítják a rendszert, abszolút nem veszik tudomást senki más. Őket nem érdekli, ők más elv szerint működnek. Ők az ellenkezőjét csinálják annak, ami le van írva. Mivel az van leírva, hogy a szegényt segíts, hogy mindenkit egyenlően kezelj, ezért ők pontosan az ellenkezőjét csinálják ennek. A következő az éhség felszámolása. És ez lesz az utolsó, a többit majd megnézzük legközelebb. Mi az, hogy az éhség felszámolása? Nézzen utána mindenki, hogy mennyi pénzt költöttünk el eddig arra, hogy az éhséget felszámoljuk. És teljesen mindegy, hogy mennyi milliárd megy még bele ebbe, ugyanott tart mindenki, ha nem rosszabb. Hogy létezik az? Hogy létezik az? Hogy teljesen mindegy, hogy mennyi milliárd segélyt küldünk Afrikába, még mindig csak rosszabb lett a helyzet, nem jobb. És erre is van mindig magyarázat. Több ember születik, több így, több úgy. Egyáltalán nem. Ellopják a pénzt, ugyanazok a karakterek ott megvannak, akik itt. Azért, mert az egész egy nagy hazugság. Többit megnézzük legközelebb ezeket a fenntartható fejlődés célokat szerintem érdekes, akinek van ideje böngész át, és nézze más szemmel. Nézze ilyen szemüveggel. És próbálja megérteni azt, hogy mi is a valóság mögötte, a mögött, amit mondanak. Mindig az ellenkezője igaz annak, amit mondanak. Mindig. Mindig az ellenkezőjét. Amikor beszél egy politikus, vagy egy elnök, vagy egy akárki, mindig az ellenkezőjét mondja a valójában, mint amit mond. És ha így nézi valaki a műsort, akkor nagyszerű az egész, akkor megérti az egész világot. Úgyhogy még most van az alkalom arra, hogy a kérdéseket beírjátok, és még azt megnézzük. Amennyiben van kérdés, most van rá az alkalom, hogy beírjátok bármi, ami a témával kapcsolatos, azt megnézzük, de utána néhány perc és befejezzük. A disznók helyett ehetnének a szegények. Mit? Szóval a hármas még akkor addig, amíg ha esetleg valakinek kérdés támad időközben.
Egészség és well-being, azaz jól lét. Egészség és jól lét. Ezek az egész világra kiterjedő, ezek az egész világra kiterjedő célok. Hogy létezik az, hogy mióta az eszemet tudom, mindenki arról beszél, hogy sportolni kéne, meg így enni, meg úgy enni, meg mit tudom én, és mégiscsak romlik a helyzet. Hogy létezik az, hogy programot követ, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy mi a következménye, ha így esznek, ha nem mozognak, ha úgy esznek, ha dohányoznak, ha isznak, és még mindig csak romlik a helyzet. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy tudják, hogy mit kell mondani nekik ahhoz, hogy ne működjön, és tudják azt, hogy teljesen mindegy, hogy mennyit ül az osztályteremben és hallgatja, hogy az az ember beszél neki, megnéz 100 filmet, elolvas 100 cikket, meghallgat 200 zeneszámot, és ugyanott lesz, mint előtte, csak sokkal rosszabb. Úgyhogy, és közben természetesen megalakítják a kis cégeket, amik ezt a programokat majd szállítják, és nevelik az embert, hogy hogy kell egészségesen élni, közben azért felveszik a pénzeket, a hitelt az EU-tól, amit aztán fizethetünk vissza az ítélet napig, és a kamatát, és soha nem fogjuk tudni, és ez egész megy tovább úgy, ahogy van. Így van kitalálva az egész rendszer, minden így van kitalálva, pontosan így. Hogy nem működjön. Illetve hát működik úgy, ahogy ők akarják. De az egy egész más fajta cél, mint ahogy mi gondoljuk, hogy azt akarják, hogy nekünk milyen jó legyen. Csak még valahogy néhány ezer év alatt nem sikerült elérni. 2000 éve van demokrácia, még azóta egyre kevesebb jogunk lett, egyre szegényebb mindenki, egyre nehezebb az élet. Már lassan levegőt venni se fogunk tudni, anélkül, hogy adót ne fizetnénk. 2000 éve, és még mindig valaki arról beszél, hogy menjünk el szavazni. Menjünk szavazni, mert akkor ez lesz, vagy az lesz. Kit érdekel, hogy melyik bolond lesz ott? Ugyanaz az egész. De Magyarországon még durvább, mint külföldön. Magyarországon még úgy tűnik, mintha nem is próbálkoznának, hogy legalább egy rendes garnitúra embert odaállítsanak. Vagy lehet, hogy csak nem tudom. Az a lényeg, hogy... És még mindig, hogy jaj, mi a bizonyíték erre? Az a bizonyíték, amilyen helyzetben vagyunk. Az a bizonyíték, ahová jutott a világ. Az a bizonyíték rá, hogy ez így működik. Milyen bizonyíték? Honnan szerezzünk bizonyítékot arra, hogy ezt kitervelték? A bizonyíték az, ami van. Az a bizonyíték arra, hogy ez nem véletlen. Ez így lett alakít. Nagyszerű, jövő héten újra próbálkozunk, hát ha többen csatlakoznak, hogyha valakinek van valami téma, amiről szeretne beszélni, vagy ami utána nézek szívesen, ha valami jó ötlete van valakinek, írjátok ide be nyugodtan a kérdéseket, és akkor megtárgyaljuk jövő héten. Addig pedig a legjobbakat mindenkinek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Az igazság pedig, ha tetszik, ha nem, az írásban van, a Bibliában lesz. Úgyhogy az az egyetlen dolog, ami igaz. És ezt nehéz elfogadni elsőre, vagy másodikra, meg harmadikra. Aki azon túljut, az megtudja az igazságot, és onnantól kezdve nagyszerű lesz az egész. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat. És halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben,
ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!